Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Az 1848-49-es szabadságharc bukása után 1849. október 6-án végezték ki őket. Azóta a forradalom és szabadságharc félbefolytásának gyásznapjaként emlékezünk meg október 6-ára. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tisztek voltak. A szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok elrettentő példával akartak szolgálni. A magyar honvédsereg a világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt. Két nagy hatalom fegyveres erőivel szemben már nem tudtak tovább harcolni. Az osztrákok büszkeségét sértette, hogy a megadás nem mellettük történt. Ezért a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar parancsnokok részére. Ezzel akarták bosszúból megbeselejteni őket. A 30 magyar tábornok közül 15 került a szövetségesek kezére. Közülük Görgei és Kispál kerülte el a hadbírósági eljárást. A hadbírósági ítéleteket Hajnaú, mint Magyarország teljhatalmú kormányzója erősítette meg. Valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélték. Végül 4 halálra ítélt büntetését különleges kegyelemből a tisztekhez méltó golyó és lőpor általi halálra változtattak. Az ítéletek kimondása a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Hajnaú személyes bosszúja ezt is felülírta. Lőpor és golyó általi halállal halt reggel 5:30-kor Lázár Vilmos főtiszt, gróf Dezső Fiariszti tábornok, Kisernő tábornok és Vejdei József tábornok. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel. Parancsnokuk kardjával intett, és a lövések eldördültek. Kisernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kisernőt csak a vállán érte lövés, ezért 3 katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek. Kötél általi halállal halt reggel 6 óra után Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lánert György tábornok, Knézics Károly tábornok, Nagy Sándor József tábornok, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, Aulik Lajos tábornok, Damjanics János tábornok és gróf Vécsei Károly tábornok. Vécsei Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett nézni a társai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanics hajtástéhez lépett és megcsókolta Damjanics kezét. A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttestét közszemlére tették. Első Miklós orosz cár a kegyelem irányába próbálta befolyásolni rokonát, Ferenc Józsefet, és diplomáciai úton neheztelését fejezte ki a kivégzések miatt. Az aradi vértanúk mellett ugyanilyen fontos kötelességünk megemlékezni gróf Batthyány Lajosról, az első független felelős magyar kormány miniszterelnökéről is, akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten, az új épület udvarán, a mai Szabadság téren. És ez a sors jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek is. Több száz honvédtisztet ítéltek még halálra, az ítéletek nagyobb részét azonban kegyelemből 20 esztendei várfogságra változtatták. Így a birodalom börtönei, a pesti új épület, Olmütz, Josefstadt, Kufstein, Terézienstadt, Munkács, Arad megteltek magyar politikai rabokkal. A
külföldre menekültek közül sokakat távol létükben ítéltek el, és nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. 1851. szeptemberében így akasztották fel jelképesen többek között Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Percel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. Végül pedig több tízezer honvédtisztet közlegényként évekre besoroztak a császári hadseregbe. A szabadságharc azonban nem volt hiába való küzdelem. A forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani, és a bukás ellenére a nemzetben nem csak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és függetlenség eszméje. Az ország pedig bár hatalmas véráldozatok árán, de elindult a polgári fejlődés útján. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett. A kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 1890. október 6-ától a pesti közönség a Vigadó első emeleti termében felállított Edison-féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos megemlékező zenoklatát az aradi hősökről. Hőseink utolsó szavai ezek voltak. Aulik Lajos. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Damjanich János. Mit sírt, tisztelendő úr, hiszen akit kezében tart, Jézust is az igazságért akasztották fel. Dezsőfi Arisztid. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Kis Árnő. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Knézics Károly. Milyen különös, hogy Hajnau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Leiningen Westerburg Károly. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Vécsei Károly. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángol. Gróf Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk volt, a 14. vértanú, mindössze 42 éves volt. Október 6-án a pesti új épület udvarára kísérték. Féltérdre ereszkedve fogadta a halálos sortüzet. Kik is voltak vértanúink, akikre a mai napon emlékezünk? Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen. Ők azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit. Vezették csapataik embereit, keményen küzdve, mert hittek abban, hogy győzhetnek. Életük azzal zárult, hogy rajtuk statuáltak példát a megtorlásra. Ők azok, akik elmenekülhettek volna, amikor már tudható volt a vég, hátrahagyva katonáikat, mégsem tették. Olyan hősök ők, akiket Magyarország történelmében csak is vérvörös betűkkel lehet illetni, mert a vérüket áldozták ezért az országért. Minden valamire való magyar embernek tudni, ismerni kell nevüket és tetteiket. Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Svejdel József, Költember Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen, Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Pécsei Károly, Gróf Batthyány Lajos. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majd a sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sors keze,
itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezren év csatolt. Légy híve rendületlenül hazámnak. Ó, magyar, ez itt tőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon-e kívül nincsen számodra hely. Áldjon! Vagy verjen sorskeze itt, élne.